köszöntöm településünkön a megyei közgyűlés elnökét, Popovics György Gyula. Jó napot kívánok! És a járási vezetőadatokról megnyitott a tárgyalára. Természetesen annak az ünnepére, amire ma összejöttünk, hát hogy is mondjam, talán azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy legfontosabb dolog minden település életében. És a legjobban mutatja meg minden településről, hogy milyen az a település. Hátson igazából ennek az intézménynek a feladataival mindig szembe kellett néznünk, mert ez az intézmény foglalkozik azokkal legtöbbször, akik elesettek, akiknek valami gondjuk van, akik segítségre szorulnak a mai magyar társadalomban. Általában ezek azok, akik vagy szegényebbek, vagy családi problémáik van, vagy idősebbek lettek, vagy egyedülállók. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagyon meghatározza minden településnek az életét, hogy hogy foglalkozik ezekkel a rétegekkel. Egyáltalán foglalkozik-e velük, hogy mennyire szár rá összegeket, mennyire próbálja őket fölzárkóztatni, és a társadalomban a helyüket megtalálni, vagy segíteni, hogy ők megtalálják a helyet. Ácson most már 50 éve alapították meg ezt az intézményt, aminek rengeteg neve volt, ezt majd az igazgatóasszony el fogja mondani, hogy hányféle néven illettük. Ma már egy egész rendszerben van az intézmény, egy olyan rendszerben, amikor egymást tudják kapcsolatot tartani, tudják egymást, hogy ki mit csinál, és ez megkönnyítheti a dolgukat. A munkavégzés alapvetően azonban mindig ugyanaz. Tehát mindig az, hogy személyre szabottan, és kapcsolata legyen azokkal, akiket ellát, akiket gondoz. Én amellett, hogy ma meg kell nyitom és leletezni ezt a táblát, én úgy gondoltam, ez nagyon jó alkalom arra is, hogy megköszönjem az itt dolgozóknak azt, hogy egész évben, de azt mondhatom, hogy az én polgármesterségem alatt tényleg nagyon-nagyon szívvel, lélekkel és odaadással végezték a munkájukat mindig. Ezeket az embereket segítették, velem mindig én munkámat is segítették, akár a család segít, akár a gyerekről, akár az idősek ellátó rendszere gondozó része. Tehát ugye az utóbbi időben már a bölcsőde is hozzájuk tartozik, ha bár most én gondolom, hogy nem az a fő terület, ami mai napon az előtérben van. Hát ahhoz most le kellene lepleznem ezt az évfordulós táblát. Mondjuk úgy, hogy felavadjuk. Néha leleplezném, jó? Néha leleplezném, és akkor lényeg az, hogy az Ácsi Szociális Intézmény fennállásának 50. évfordulójára állította Ácsváros önkormányzat 2016-ban. Nagyon szép emléktáblát, és én ígérem magam és a kollégáim nevében is, hogy az eltelt 50 évhez hűen a jövőben is mindent meg tudunk tenni annak érdekében, hogy a településen élőket segítsük, és a hozzánk fordulók úgy érezhessék, hogy emberséggel, becsületesen és szeretettel várjuk őket. Köszöntöm klubunk tagjait és minden kedves vendégünket, és engedjék meg, hogy én is külön tisztelettel köszöntsem Popovics György Urat, a megyei közgyűlés elnökét, és Molnárné dr. Tár Izabellát, a komáromi járási hivatalvezető asszonyát. Nagyon megtisztelő számunkra, hogy időt tudtak szakítani, és eljöttek erre a mi kis jubileumi ünnepségünkre. Engedjék meg, hogy pár szóval megemlékezzek az eltelt 50 évről. Eltérő módon és más-más formában, de minden időben minden társadalom gondoskodott a saját betegeiről, az elesettekről, az elhagyottakról és az idősekről. A magukat ellátni nem képes embereknek mindig szükségük volt segítségre. És mindig voltak olyan emberek, akik segítették őket, és hozzájárultak ahhoz, hogy az életük szebb legyen. A jelenlegi szociális intézményrendszerünknek gyökere is ebbe a sok évszázados múltban nyúlnak vissza. A különböző társadalmi-gazdasági változások mindig más és más gondozási formákat tettek szükségessé, folyamatosan változtatva, alakítva ezzel az ellátórendszert. Ennek hatását megtapasztalhatjuk a mi intézményünk életében is, hiszen történelmi léptékkel nézve, ugye a rövid idő az elmúlt 50 év, mégis nagy utat tett meg az egykori öregek napközi otthona, a mai minden korosztályra kiterjedő intézményrendszerig. Erről az útról szeretnék most megemlékezni, felidézni a fejlődés állomásait. 1966.
június 1-én településünkön, a megyében elsőként alakult meg az öregek napközi otthona. Széleskörű összefogás, sok jó szándékú és segítőkész ember munkájának eredményeképpen. Szikra Ede az akkori VB titkár volt az intézmény megálmodója. Eleinte ugyan olyan intézményt szeretett volna, ahova be is költözhetnek az idősek, de az erőforrások szükössége a fenntartás magas költsége miatt végül öregek napközi otthona jött létre, ami azonban így is a többi megyei települést megelőzve lett az intézmény szintű idősellátás alapköve Ácson. Az intézményt Krajcár György adta át, aki az akkori községi tanács elnöke volt. Az ünnepségen akkor is megjelentek a megyei tanács képviselői, az ő képviseletükben dr. S. Szabó Pető Erzsébet volt, és a járási tanács nevében pedig Fekete Ferenc mondott köszönetet az ácsiaknak a kezdeményezésért és az áldozatkészségért, az idősek felkarolásáért. Az átadáson másnap a dolgozók lapja címlapon számolt be, találjon követőkre nemes kezdeményezés címmel. És ezzel kezdetét vette településünkön az intézményes szociális ellátás, aminek első igénybevevői a nehéz körülmények közt élő idősek voltak. Kezdetben 30 idős ember napját szépítette meg a napközi otthon, ami a mai polgármesteri hivatal háta mögött húzódott meg egy régi, hosszúkás épületben. Az intézmény első vezetője Tebeli Jánosné volt, segítője pedig Mészáros Jánosné. Ők gondoskodtak az idősekről, akik számára az ebédet akkor még a Kastélyszárnyban levő általános iskola konyhájáról szállították. Az ezt követő években a több generációs családok felbomlása, a nők tömeges munkába állása, az idősek számának növekedése jellemezte az éveket. Egyre több idős ember maradt egyedül, gyakran nagyon alacsony jövedelemmel, megélhetési gondokkal küszködve. Az ő ellátásukra szerveződött a 70-es években a szociális étkezés, majd később a házi segítségnyújtás, mint akkor új ellátási forma. Az ebédet ebbe az időszakba főállású gondozónők és tiszteletdíjas gondozók hordták ki kerékpárral a rászorulóknak. A kerékpáron nagy láda volt, a csomagtartón, ahol 8-10 éthordó is elfért, de jutott a kormányra is 2-3 csikos táska, amiben szintén éthordók voltak. Nem volt könnyű feladat, ez akkor egyáltalán. Nem volt ez könnyű kihordani sem, mert még megtartani sem volt könnyű ezeket a kerékpárokat. Szerencsére ma már azért ennél kedvezőbb helyzetben tudjuk a munkánkat végezni. A házi segítségnyújtás ebbe az időszakba elsősorban a bevásárlás, a lakáson belüli háztartási munkák jellemezték, de már ebbe a korszakban is megjelent a fürdetés, az ápolás, a gondozói feladatok között. Az intézmény életébe forduló pontot 1990. szeptemberre jelentett. Egyrészt ekkor költöztünk ide a főútra a régi óvoda épületébe, korábbinál egy jóval nagyobb alapterületű intézménybe, másrészt ekkor lettünk gondozási központ, ami nagyban segítette a településen élők szükségletéhez igazodó szolgáltatások kialakítását. Az intézményt Alföldi Lajos, az akkori, még akkor utolsó napokban tanácselnöknek nevezett községi tanácselnöke adta át. Ugye ez a választások előtti napokban zajlott. Az átadáson a megyei szociális osztály képviselői is jelen voltak. A következő jelentős állomás intézményünk életében 1994. Az akkori polgármester Péntek Lőrinc támogatásával ekkor került bevezetésre a hétvégi ellátás az idősek számára. Ez nagy előrelépés volt a településen élő rászoruló idős beteg emberek életébe, akiket nem kellett tovább sorsukra hagynunk a hétvégeken, ünnepnapokon. Az intézmény akkori minden szolgáltatására kiterjesztésre került a mindennapra történő ellátás biztosítása. Ez akkor egyedülálló volt még a tágabb környezetünkben is. A települések többségén ezek a szolgáltatások csak a munkanapokra korlátozottak, és még napjainkban sem mindenhol általános az idősek hétvégi ellátása. Ezekben az években az ebédek kerékpáron történő kiszállítását is felváltotta a gépkocsival történő ebédszállítás, amit akkor még vállalkozó bevonásával végeztünk.
2002. decemberében az intézmény feladatköre kibővült. Az idős ellátás mellett feladatul kaptuk a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítását is. Szolgáltatások bővülése, az integrált intézményi forma lehetővé tette, hogy a segítségre szorulók minél gyorsabban és célzottabban kapjanak segítséget a problémáik kezeléséhez. A két új szolgáltatás nyújtásával a korábban csak időseket ellátó intézmény kapui még szélesebbre nyíltak, hiszen bárki életkortól függetlenül, amennyiben segítségre volt szüksége, hozzánk tudott fordulni. 2008-ban megváltozott az intézmény neve is. Szociális Alapszolgáltatási Központ lett, ami hűen tükrözte az akkori szakmai változásokat. 2014-ben tovább bővült az intézmény a bölcsődei ellátással, ami szervezetileg tartozik az intézményhez, de helyileg más telephelyen működik. Ezzel a változással a legkisebbek is igénybevevői lettek intézményünknek. Ezt a széleskörű, minden korosztályra kiterjedő, más és más szükségletekre válaszoló ellátási formák biztosítását csak nagy odaadással, emberséggel, magas szintű szakmai tudással rendelkező szakemberekkel lehet felelősen végezni, akik hivatásuknak érzik ezt a munkát. Engedjék meg, hogy megosszam önökkel egyik kollégám gondolatát arról, hogy miért is választotta a gondozói hivatást. Itt tudok a legtöbbet kihozni magamból. A jó döntéseimmel kell alátámasztanom, meggyőzően kell igazolnom, hogy az összes emberi érzés, ami bennem van, a gyengétség és a szeretet, amit a hajlott korú emberek iránt érzek, szívem legmélyéből fakad. Azokért a mosolygós szemekért, azokért a ráncos, de simogató kezekért megyek be szívesen minden nap dolgozni. És egy-egy ledolgozott nap után megnyugodva indulok haza, hisz tudom, hogy mindent megtettem azért, hogy reggel ugyanazzal a kedves mosollyal találkozhassam. Hát ettől válik hivatássá ezen a területen minden egyes munkakör. Mert ezt csak így lehet csinálni. És ez így van napjainkban, de így volt az elmúlt 50 évben is. Az itt dolgozók mindig érezték azt a felelősséget, amit egy segítséget kérő kéz a vállukra tett. Mert a kezet csak megfogni szabad. Elengedni vétek, eldobni átok. Egymásba simuló kezek tartják össze eget s világot. Ezért én kívánom, hogy minden hozzánk forduló érezze a kezek erejét, és kapja meg azt a segítséget, amire szüksége van. A kollégáimnak pedig megköszönöm azt a sokszor emberfeletti munkát, amit nap mint nap tanúsítanak, és kívánom, hogy tudjanak erőt meríteni a mosolyból, a kézszorításból, a pillantásból, a szeretettel odaadásába végezzék a jövőbe is ezt a csodálatos munkát. Végezetül engedjék meg, hogy megköszönjem intézményünk nyugdíjasainak is azt a munkát, amit az elmúlt, amiben hozzájárultak ahhoz, hogy az 50 év felépüljön, és hogy ilyennél sikerüljön, mint amilyen lett, amire büszkék vagyunk mindannyian. És szeretnék köszönetet mondani. Köszönöm szépen. Legelőször Szabó Zsigmond nénak. Irma néni 91 évesen az intézményünknek az első nyugdíjasa volt. Nagyon köszönöm. Köszönetemet szeretném kifejezni Csere Károlyné Marikának is, aki szintén sok évet lehúzott az intézményben. És köszönöm szépen. És szeretném köszönetemet kifejezni Németh Lászlónénak, aki szintén 20 év feletti éveket töltött itt el, és a neve összeport ezzel az intézménnyel. Köszönöm szépen a munkádat! Nagyon szépen köszönöm azt, hogy meghallgattak, és szeretném átadni akkor a szót Csányi Józsefnének, aki szeretne egy pár mondatot hozzátenni ehhez a jubileumi alkalomhoz. Köszönöm a lehetőséget, nagy tisztelettel és szeretettel üdvözlök mindenkit. Egy apróságot hoztam. Annak idején ugye hozzáteszem könyvtárosként és alpolgármesterként is,
szívügyem volt mindig irattárokat átnézni, és ott találtam egy nagyon érdekes anyagot. Közel negyed százados idősek háza ács, egy tervrajz. Ma már nyilván nem korszerű, ez alapján nem lehetne fölépíteni egy házat. Minden esetre itt Szilvike beszédének az elején elhangzott, hogy annak idején 50 évvel ezelőtt először nagyon nagyot álmodtak, és egy idősek házát szerettek volna csinálni, tehát anyagiak hiány erre nem volt lehetőség. Én azt gondolom, hogy egy közösséget, egy társadalmat mindig nagy mértékben minősít az is, ez ma is elhangzott többször, hogyan gondoskodik a gyerekekről, az idősekről egyaránt, vitathatatlan, hogy minden tiszteletet, segítést megérdemelnek. És azt gondolom, nagyon jó lenne, ha nem kellene újabb 25 évet várni arra, hogy itt valóban egy bentlakásos idősek otthona felépüljön, hiszen a mi öregjeink is megérdemelnék, hogy ha a család nem tud másképp helytállni, akkor ne a környező Komáromba, Bábornára, Banára, vagy netán Pervárpusztára kell, hogy menjenek. Én nagyon remélem, hogy nem kell ehhez sokat várni, és lesz olyan pályázat, támogatási lehetőség, aminek a segítségével ez megvalósul, hogy itt ebben a közösségben éljék le méltóan idős napjékat. Úgyhogy Szilvikém, átadom, és üsd a vasatom. Nagyon szépen köszönöm, és nem. És közben Popovics György úr most jelezte, hogy ő is szeretne egy pár szót szólni, úgyhogy átadom neki a szót. Kedves intézményvezető asszony, polgármester úr, hivatalvezető asszony, kedves gondozottak, kedves vendégek. Utolsó pillanatban tudtam ide érni, mert a minisztériumban Budapesten volt egy nagyon fontos pályázati döntés, és elnézést, hogy csak rohanvást érkeztem, de nagyon örülök, hogy ide értem. Nekem ez be volt írva, ez a rendezvény a naptáramba, 3-4 hete beszéltünk, és nem is adtam le egyik alelnökömnek se, hanem próbáltam én magam idejönni, és ideérni. Akik engem ismernek, tudják, hogy sokkal jobban szeretek olyan rendezvényekre járni, ahol nem valamilyen nagy ünnepség van, és akkor mondjuk egy március 15 vagy augusztus, és azok is nagyon szépek, de mégiscsak az ilyen rendezvények sokkal belsőségesebbek. Az emléktábla avatásról én még mondanék néhány szót, mert ugye az emléktábla az mindig a múltba mutat vissza, de a jelennek és a jövőnek szól. Hiszen ki tud emlékezni, azt tud emlékezni, aki megáll a tábla előtt, és elgondolkodik azon, hogy ezt a táblát, ezt miért állították, mire emlékeztet, és mit mond ez nekünk a mai napon. És sokkal többet nyilván, mint az a néhány sor, ami rá van vésve, hogy 50 éve alapították ezt a központot, hiszen valóban, hogyha, ahogy így elhangzott, ez maga a történelem, hiszen elődeim álltak itt azok előtt, akik ezt az otthont létrehozták, és ma pedig én vagyok az, aki képviseli a megyét, és hozza Komárom-Esztergom megye üdvözletét önöknek. És az üdvözlet ez nem csak formális, hanem valóban én nekem szívből jövő. Hiszen itt, ahogy beszélgettünk Szilvi asszonnyal a rendezvény előtt, elmondta, hogy itt ma naponta több mint 200 emberrel kerülnek kapcsolatba, és a gondozottak száma ennél még, vagy a kapcsolatok száma ennél még jóval több. Hogyha ezt összeadjuk 50 év alatt, akkor nyilván több ezer embernek az életét könnyítette meg, és járult hozzá ez az intézmény, hogy azokat az éveit, amelyek az aktív munka után telnek, azokat kellemesebben és jobb érzéssel töltse el. És ugye ilyenkor mindig arról beszélünk, hogy segítés, hogy ebédkihordás, ugye ez nagyon hozzátartozik ma a szociális szférához, de én nekem mindig fontosabb az, amikor arról beszélhetünk, hogy van közösség.
És nagyon sokat elmond egy településről, hogy 10-en járnak, vagy 5-en járnak be a nyugdíjas otthonba, vagy nyugdíjas klubba. Esztergomban nőttem föl, és emlékszem rá, ilyen pici gyerek voltam, és akkor a nagyikám, a nagymamám az mindig bevitt a nyugdíjas klubba. Persze velem akar dicsekedni, de ugye én ott mindig rosszalkodtam, mert ott lehetett. Ott csak mosolyokat kaptam, és kedvességet kaptam, és mindent megengedtek nekem. Ez bennem nagyon megmaradt. Emlékszem, hogy milyen kis ócska fotelok voltak ott, de hogy milyen jókedvűek voltak az idősek, az sose felejtem el. És sajnos ő már ma nincsen, de hát másoknak a nagyszülei vannak itt helyettük, és nagyon remélem, hiszen ezt nem tudhatom, hogy Ácson is így járnak ide az emberek, és ilyen jól tudják érezni magukat. És hát nyilván nekik ez a tábla, ez egy emlékeztető, mert a saját életüket mutatja, és az ifjúságnak pedig felhívja a figyelmét arra, hogy ezzel a témával foglalkozni kell. Ezt is mondták az előttem szólók is, és ez sem frázis. Ennek van egy nagyon komoly anyagi oldala, és van egy nagyon komoly szakmai oldala. Az anyagi oldalt nyilván jelen pillanatban biztosítani kell az önkormányzatnak, és azért 21 dolgozó egy ekkora önkormányzat életében azért nagyon jelentős. Tehát 21 ember látja el itt a szakmai munkát, ez biztos, ennek jónak kell lenni, mert ha ennyi felé lehet leosztani a dolgokat, akkor ez nagyon jó lehet. De a intézményvezető asszony beszédjének a vége engem nagyon megfogott, ott döntöttem el végül is, hogy mindenképpen hozzászólok. Mert ugye az anyagi meg a szakmai oldal, erről mindig beszélünk. Kevesebb szó esik az emberi oldalról. A szeretetről, arról, hogy itt szolgálni kell. És bizony nagyon sokszor vannak önkéntesek, akik szolgálnak, és vannak dolgozók, akik szolgálnak. Én magam megyei elnökként, nagyon régi önkormányzati képviselőként szintén a szolgálatot tartom szem előtt. Igaz, én próbálok az egész megyém javára tevékenykedni minél többet. És ebben most nagyon örülök, hogy beleesik Ács is, hiszen a területi operatív programban Komárom-Esztergom megyének 26 milliárd forintot van lehetősége elosztani, amit a települések pályázhatnak. És ebben nagyon jó kapcsolatunk van polgármester úrral, Ács is nagyon jó pályázatokat készít, és adott vagy fog beadni, amik megkönnyítik a településen lakóknak az életét. És hozzájárulnak ahhoz, hogy az itt lévők, illetve az itt lévők gyermekei és rokonai könnyebben és jobban élhessenek a jövőben. Úgyhogy gratulálok Önöknek, hogy ez az intézmény egy fél évszázadot már tudott működni. Jó erőt, egészséget kívánok mindenkinek a következő fél évszázadra, akkor nem hiszem, hogy én fogok itt állni, de nagyon remélem, hogy egy utódom az meg fogja tisztelni majd az akkori ünnepséget. És azzal fejezem be, amivel kezdtem, hogy emlékeztessen mindenkit ez a tábla arra, hogy kik éltek itt, kik dolgoztak itt, és kiknek fogja a életét megkönnyíteni ez az intézmény a jövőben. Komárom-Esztergom megye üdvözletét hoztam, nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Nagyon szépen köszönöm a köszöntő szavakat, és most pedig szeretném, hogyha meghallgatnánk klubunk kedves műsorát, amiben nagyon nagy lelkesedéssel készültek. Ne legyen búj senki a holnapra kelve, mindenki örüljön a kenyeres szelve. Ne sírva ébredjünk, hanem énekelve, legyen a jövendőnk szeretettel telve. Ide hallik a kopácsolás.
lassul kértek. Kék a kökény, zöld a petrezselye, tóták a stár bennem a szerelem. Ja Istenem, most már mit csináljak, szeressek-e, vagy tóták a stárjak. Kislány, csak kettő, az egyiket elszerette a jegyző, a másik meg a kabuga neveti, neveti, hogy ő meg a segédjegyző szereti, szereti, kiülte a vénasszonyok a padra. Kezedbe teszem a könyvet, hogy vezessen a sűrű körtben. Kezedbe teszem az átlátszó kristályt, hogy lásd a szépet, keresd a tisztát. Kezedbe teszem a gyertyalángot, világíts annak, aki bántott. Kezedbe teszem a szőrtakarót, takard be az árván fázót. Kezedbe teszem a fénylő kulcsot, hogy meleg legyen és várjon az otthon. Indulj hát! Hív magaddal a gyerekeket, hogy kezükbe tehetsz a szeretetet. Endrődi Sándor a szeretetről. Valakit, valamit szeretni kell. Isten, szülőföldet, hazát, kinek lelkében nincs szeretet, az élete csupa pusztaság. Valakit, valamit szeretni kell. Nyíló virágot, kék eget, minden koldusnál százszor koldusabb, ki senkit, semmit nem szeret. Valakit, valamit szeretni kell. Jók vagyunk, ha szeretünk. Az Isten a szeretet tüzét szövet nélkül adta nekünk. Valakit, valamit szeretni kell. Hogy szívünk boldogabb legyen, kivert kutyánál is gazdátlanabb az ember, hogyha szívtelen. Valakit, valamit szeretni kell. A szerető szív tündököl, s Isten világa örök éj marad annak, ki mindent csak gyűlöl. A vaszi szél vízet áraszt, mire? Yeah.
mit válasszak, virágom, virágom. Te engem elcsintélyedek, virágom, virágom. Várnai Zseni, úgy tégy, mintha örökig élnél. Úgy tégy, mintha örökig élnél. Úgy folytasd minden dolgodat, mintha már semmitől se félnél. Az elmúlás erőgat, mert nem lehet felírni ésszel, hogy jön a perc, s mindent bevégzel. Megszűnsz létezni, nem leszel, mintha sosem lettél volna, s ez lenne minden élők sorsa. Ne gondolj erre, nem szabad. Csak folytasd minden dolgodat, úgy tégy, mintha örökig élnél. Hinned is kell, hogy így igaz. Megérik majd munkád gyümölcse, kertedből kipusztul a gaz, teremtő zápor hull a földre, jogod van a fényre és örömre. Köszönöm. Török László, mit adjak neked? Valami olyasmit akartam adni, amit nem lehet soha pénzért kapni. Valamit, ami emlékül marad, valamit, ami szívből fakad. Így hát beleadtam eleget, sok jó szépet és a szívemet. Mert szív nélkül az ajándék, csak egyszerű jó szándék. Ezért megírtam a verset, beleadtam szívem, lelkem, ettől lett ez az ajándék nem csak szimpla jó szándék, hanem egy nagyszerű emlék, mert ha olvasod, olyan, mintha beled lennék. És a fogalmazgató tabletta előtt születtem. Nem volt még radar, hitelkártya és lézersugár, még nem találták fel a légkondicionálót, a mosógépet, a szárítógépet, a ruhát egyszerűen kitették száradni a friss levegőre. Az ember még nem lépett a holdra, és nem léteztek sugárhajtású utasszállító repülőgépek. Nagyanyád és én összeházasodtunk, és azután együtt éltünk, és minden családban volt apuka és anyuka. 25 éves koromig minden rendőrt és férfit uramnak szólítottam, minden nőt pedig asszonyomnak vagy kisasszonynak. Az én időmben, ha egy hölgy felszállt az autóbuszra vagy a villamosra, a gyerekek és a fiatalok mindenkit másnál hamarabb álltak fel, hogy átadják neki a helyüket. Egy férfi sosem üdvözölt úgy egy nőt, hogy ne állt volna fel. Ne nyújtotta volna ki előtte az ajtót, és nem segített volna levenni a kabátját. Az én időmben a szüzesség nem okozott rákot,
A családi erény bizonyítéka volt, és a tisztasági. Nem bennünket megtanítottak arra, hogy különbséget tegyünk jó és rossz között, és hogy felelősek vagyunk tetteinkért és következményeinkért. Ismeretlen volt a vezeték nélküli telefon, a mobil telefonról számítógépről nem is beszélve. Gépeknél tartva nem voltak pénztárgyaló automaták, se mikrohullámos sütők, se ébresztórás rádió. Az órát minden nap felhúztuk. Tűnni teszek azonnal előhívott színes fényképek sem, csak fekete-fehér képek voltak, előhívásuk és másolásuk több mint 3 napig tartott. Sosem hallottunk McDonald's-ról, se az instant kávéről, se a mesterséges vízfokozókról. Olyan üzletek voltak, ahol 10-20 félért lehetett vásárolni. Az én időmben a fű olyasmit jelentett, amit nyírtak, nem szíztak. Mi voltunk az utolsó nemzedék, amely azt hitte, hogy egy asszonynak férre van szüksége ahhoz, hogy gyereke legyen. És most mondd, szerinted hány éves vagyok? Hát, nagyapa, több mint 200. Nem, kedvesem, csak 70. Kiskúnyerekeskutva az udvarunkban, egy szép barna kislány van a szomszédunkban, csalfa szemeimet rá sem merem vetni, fiatal az édesanyja, azt is kell szeretni. Ennek a szép barna lánynak dombok van a és a Teremtővel. Uram, ma lettem 80 éves. Túl gyorsan múlnak el az évek. Még oly sokat szeretnék tenni, úgy szeretnék 81 lenni. A pár kis terve mi még lenne, ha tán több időt igényelne, s egy év nem lenne elegendő. Add, hogy hadd legyek 82. Jó lenne még sokat utazni, újabb helyeket látogatni. Halálom perce még tán várhat. Megérhetem a 83-at. Uram, te látod a világot. Gyorsan jönnek a változások. Ha nem sürgős, hogy magadhoz légy, esetleg lehetnék 84. És ahogy a technika halad, sok újat lát ki élve marad. Még oly sok minden ide köthet. Úgy örülnék a 85-nek. Az emberiség sokat tehet. A világ oly csodás lehet. Jó annak, aki itt maradhat. Nem olyan sok az a 86. Tudom, uram, sokat kértem, hisz oly szép lehet fenn az égben, s én mégis arról tervezgetek, hogy érjen meg a 87-et. Elfáradok a hosszú úton, el is kések majd sokszor, tudom. Tudasd velem, ha meggondoltad, betöltöm én a 88-at. Addigra már oly sokat láttam, emlékeimet regisztráltam. Mi nagy kár lenne, ha elmennék, mielőtt 89 lennék.
már igazán csak egyet kérek. Uram, nevet szemtelenségnek, éveim száma kerek lehet, ha meglátnám a 90-et. És hogyha ezt már megengedtem, és ezt a lépést értem, megtettem, neked már úgy is mind egyre megy, könnyen lehetné 91. Minden szemérmet félreteszek, hogyha még egyet kérdezhetek. Tudom, ez a kor hajmeresztő, de hadd legyek 92. Úgy megszoktam az életemet, és ha lesz még ki megszeret, ki pótolná elveszett párom, ha lehetnék 93. Addigra már reszket a kezem, ha még helyén lesz az eszem a magas kortól, én nem félek, megadod a 94-et? Akkorra nincsen szabadalom. Számításon megtalálhatom, ha örködsz egészségem fölött, akkor lehetnék 95. Manapság már hallani olyat, emberekről készül másolat. Ezt talán én is megvárhatom, segíts át a 96-on. Ha még hirtelen meg nem halok, kis vagyonkámban rendben vagyok, elég lesz talán egy évig. Kihúzhatnám 97-ig. Hála neked, nagy a családunk, még pár dédunokát is várunk. Láthatnám őket? Ugye azt mondtam, megadod a 98-at. Sok évet kaptam, nem egy-kettőt. Megköszönöm a sok esztendőt, és még kérem, talán el sem hiszem, a 99-et. Még egy év, és akkor valóban a népek azt mondhatják rólam, és aztán igen szép kort élt meg, hisz tegnap előtt volt 100 éves. Uram, az életet te adod. Úgy veszed el, amint akarod. Nem is zavallak többet téged, ne vedd komolyan, amit kérek. Csak beszélgetni vártam véled. Liszkai Ferencné, ne add fel! 60 felett már rohan az idő. Percnek tűnnek az évek. Arcodon egyre több lesz a redő. Fáradt leszel és kiéged. Mégis azt mondom, ne add fel könnyen. Harcolj, mert megéri az élet. Szemedből ne húljon könycsepp, örülj a mának, a szépnek. Néha még felcsillan a múlt emléke, a gondtalan boldog ifjúság. Istenem, ha egy napon, ha visszajönne, tudom jól, sokért nem adnád. De nem jön vissza, ami egyszer elmúlt. Hát nézd az unokák mosolyát, és nem fáj már többé a múlt, megszépül körül a világ. Laskó Mária, jó tanács! Hallgassunk az okosabbra, és jól fogunk járni. Okos szóra, aki nem hallgat, meg fogja még bánni. Hallgassunk az öregekre, ők sokat átéltek, ifjú ész, új kők, divat ezzel föl nem érnek. Hallgassunk jó szüleinkre, az ő szavú drága, áldott leszel, hogyha hallgat szüleid szavára. Hallgassátok szíveteknek, mit súg a jó Isten, mert őnál a bölcsebb, szentebb és szeretőbb nincsen. Egyikünk sem érte mégis, mindig vagyunk.
és ez az intézményünknek a tortája, amit a német cukrászda felajánlásából kaptunk. Meggyújtanám a közi játékot, hogyha sikerül. Témára kértek fel, mégpedig ugye az a születéshez kötődő szimbólumokról, az édesanyákhoz kötődő szokásokról beszéljek, de nem véletlen tettem be ezt a nagyon szép hímzést, hiszen régen nagyon sok népdallal köszöntötték az édesanyákat, de nem csak köszöntötték, hanem a hímzésekre is rákerült egy nagyon fontos dolog, mégpedig az, hogy elnézést a férfiaktól, de mi vagyunk nők, anyák, aki Istenhez egy kissé másolatok vagyunk, mert mi teremni vagyunk képes. Jó, hát férfi is kell hozzá egy ideig, de az az igazság, hogy ez egy nagyon csodálatos dolog. Sírok után nem hallja meg, hulla könnyen, mint húsz forrás, hol elönbe. Addig kell megbecsülni, amíg velünk van, ez biztos így van. No, de nézzük csak, milyen szokások kötöttek a születéshez. Ha megnézzük, illetve hímzések, gyönyörű, ahogy a szerelemből kinő a tulipán, az anyaság szimbóluma. Nem véletlen anyák napján tulipánt szoktunk kapni, nekem is van két lányom. És ugye a termékenység szimbóluma, a gránátalma, a sok pici maggal. Régen ugye azért tettek ki karácsonykor balat, mert sok pikkely, sok pénzük legyen. Mágot, hogy sok termény legyen. Azért szórtak köles vagy szalmát, hogy tyúkok jól toljanak, ugye? Nagy tisztelettel köszöntöm Sugár Tamás lelkész urat, aki az izraeli útjáról fog itt egy előadást tartani számunkra, úgyhogy én át is adom a szót. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, hogy részt vettek ezen az alkalmon. Nagyon nagy megtiszteltetés. Ezek szerint legutóbb, amikor itt jártam, nem tettem annyira negatív hatást a kedves egybegyűltekre. Köszönöm szépen a lehetőséget. Én arra gondoltam, mivel néhány éve voltam itt, és akkor egy tematikus vetítést tartottam, annak az volt a témája, hogy kimondott a Lukács evangéliuma alapján néztük végig azokat a képeket, amik különböző helyszínekhez kötődnek Izrael területén, illetve Izrael és Palesztina területén, hogy most egyrészt azért, hogy ne ismételjük magunkat, teljesen más képeket gyűjtöttem össze, változatlanul a szemföld, tehát Izrael, illetve Jeruzsálem, illetve a környék helyeit fogom megmutatni, de olyan képeket tettem bele, amik részben abban nem voltak benne, részben pedig egy kicsit azért kötetlenebb, egy kicsit úti élményebb jellegűek, meglátjuk, hogy ez sikerült-e, illetve szeretnék egy kicsit abba az irányba is elmenni, és egy-két dolgot olyan dolgokról is elmondani, amiknek a Szentföld területén
vannak magyar kötődései. Van tudnék néhány ilyen hely, és ezeket is szeretném megmutatni. Érdekességképpen mondom, hogy nem tudom mennyire tetszenek tudni, hogy a Kárpát-medencét nem számolva, Izrael az egyetlen olyan országa a Földnek, ahol például a magyar nyelvű napilap jelenik meg. Tehát ilyen más nincs, máshol nincsen, de egy olyan nagyságrendű magyarul tudó lakossága van az országnak, hogy ott ez működik, a Kárpát-medencén kívül legalábbis tudtommal az egyetlen ilyen hely. Két egysége lenne a vetítésemnek. Az első felében kimondottan Jeruzsálemre szeretnék koncentrálni és jeruzsálemi képeket mutatni, és a második felében pedig inkább a környékbeli dolgokat megmutatni, hát Izrael és Palesztina különböző területein járva mutatnék be néhány érdekességet, remélem legalábbis egy érdekesség. Szintén is figyelmet szeretnék kérni, elkezdenénk a mai programunkat. Én nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon-nagyon örülök, hogy ma is ilyen sokan megtiszteltek bennünket, és eljöttek a mai rendezvényünkre. Engedjék meg, hogy bemutassam Tóth Sándor, búvároktatót, aki ma a Víz alatti kalandok címmel fog itt előadást tartani, és amint látom, érdekes élményekben lesz részünk, amit itt elnézem az előkészített tárgyakat. Én át is adom a szót, és hallgatunk szeretettel. Nagyon szépen köszönöm, és én is nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm mindenkit. Hadd kezdjem egy kis személyessel. Ezt a Szilvinek sem mondtam, de nekem külön öröm az, hogy most itt önökkel pontosan ebben a szobában tudok találkozni, mert 50 évvel ezelőtt én mindennapos látogatója voltam ennek a szobának. Ott volt hátul a szekrény előtt az ágyam, ott nem aludtam, amikor... Na, akkor ezt a kis személyes hozzáfűzni valót engedjék meg nekem. Nagyon-nagyon örülök és nagyon megtisztelnek azzal, hogy ilyen sokan kíváncsiak arra, hogy mikről szeretnék én mesélni. Azt gondoltam, hogy akkor, amikor ezt a programot összeraktuk, illetve amikor egyáltalán ennek a tematikáját kiválasztjuk, akkor lehet, hogy érdemes volna egy kicsit testközelbe hozni önöket, mindannyiukat magával a búvárkodással. Megkérdezhetem, hogy ilyen élményben volt-e már valakinek része ebben a teremben? Hát akkor magamra maradtam, előre is magamra maradtam ebben. Tehát látszik, hogyha itt megnézik ezt a kirakatot, azért elég sok mindent kell magunkkal cuccolni ahhoz, hogy a víz alá le tudjunk menni. Meg kell tanulnunk ezeket a dolgokat használni, meg kell tanulnunk a víz alatt viselkedni, hogy tudjuk azt, hogy mi az, ami veszélyes, mi az, ami nem veszélyes, mi az, amiben szabadok vagyunk, és mik azok a korlátok, amik megkerülhetetlenek. Elhoztam a búváruháimat, elhoztam egy csekit, egy palackot, elhoztam az uszonyt, a csizmát, mindenféle kiegészítő kütyvütyöket. Én azt mondanám, hogyha van hozzá kedvük, meg van rá érdeklődés, akkor jöjjenek ki, tapogassák meg őket, fogják meg, hogyha van itt olyan fiatal ember, aki szívesen fölpróbálná például ezt a csekit a palackkal, meg az ólomövvel, akkor én nagyon szívesen fölsegítem rá, csak hogy érezze azt, hogy mi az a súly, mi az a teher, amivel mi, idézőjel könnyű búvárok, lemegyünk a víz alá, hogy ott aztán mint a kismadár repkedjünk. Akkor, amikor a parton cuccolunk, akkor bizony szokták sóhajtozni a barátaim, én is szoktam sóhajtozni. Könnyű búváskor, a fene találta ezt ki, mikor 30-40 kilót magunkra aggatunk, és állít beöltözve, baktatunk a tűző napon, hogy elérjük aztán a tengernek a kellemes környezetét. Már most mindjárt az elején bocsánatot és elnézést kérek. Én fölveszem a kabátomat, de azt nem érjük maguktól. Nem én, nem maguk. Én, hát azért mondom, hogy először a felelősség az önöké. Hogy hagyják rajtam a kabát, nem engedem. Már csak azért sem, mert itt a tavasz. Ugye tudják, hogy miért? Tele van a levegő párával. Itt is volt tegnap eső? A Jóisten. Kirohad mindennek, nem baj.
hogy nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntsön itt körünkbe Krasznai Tamás művész urat és Idés Gabriella művésznőt. Elfogadták a meghívásunkat és a mi 50 éves intézményünk jubileumi ünnepségét. Nem is látszik a színvonalon elégezzel, hogy eljöttek. Úgyhogy én sok szeretettel köszöntöm Önöket, és át is adom akkor a szót. Köszönjük szépen! Kedves közönségünk, hölgyeim és kevés uraim! Mi van fiúk hátul? Ne rendesek vagytok! Toljátok a nőket előre! Jó, szeretettel köszönjük! Igen? Jó van! Szeretettel köszöntjük Önöket! Megmondom őszintén, hogy sok mindent nem szeretnénk magunkról mondani, csak annyit, hogy a Győri Nemzeti Színház művészei voltunk, vagyunk, talán még leszünk is. Így aztán nem marad más hátra, mint mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánva, hozzátéve azt, hogy minden szám, ami el fog hangzani, az a múltunkról szól, meg a jövőnkről. Jelenben ne gondolkozzunk, mert az a legszebb, mert tudjuk, hogy vagyunk. Ami még ennél is fontosabb, hogy van egy csodálatos technikusunk, a Lipuska. Úgyhogy ő fogja kezelni nekünk itt ezt a szerszámot, amiben itt benne lesznek a nóták, és nem úgy, mint a Nóta TV-ben, hogy csak a mikrofont látják, mert ott csak azt látják. Itt hang is lesz talán. Érezzék jól magukat, szórakozzanak velünk, és ami tetszik, énekeljék velünk mindenkinek. Jó szórakozást kívánok!
hogy ezt a szívszakát, de az már Bocsájtok, irányom a hangyalom.
van a